A tökéletes pillanatot és a legjobb témát keresték a fotósok reggeltől késő estig a 48 órás fotómaratonon. A kétnapos programot helyi fotósok kezdeményezésére a Novohrad-Nógrád Geopark Nonprofit Kft., a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Nógrád megyei csoportja és a Karancsmedves Alapítvány közösen szervezte június első hétvégéjén. Ez egy marketing eszköz, tehát látjuk azt, hogy az emberek vizuális típusok, és ugye hát vannak ezek a népszerű internetes megosztó oldalak, ahol egy jó fotó, egy szép tájkép, az hatalmas karriert futhat be. Igaz, hogy csak egy-két napig, de akkor is akár több tízezer ember is láthat egy fotót, és arra gondoltunk, hogy ha itt eljönnek Debrecenből, Pécsről és az ország különböző területeiről, akkor bizony ezek a fotók, ezek ott is megjelennek azoknak az ismerőseinek a körében, akik ezeket a fotókat készítik. Tehát így az ország minden területén megismerik a medves vidékét. Egyrészt túrákat szerveztünk, amiben megmutatják nekik ezt a tájat, hiszen egy ismeretlen táj mindenkinek hozhat új dolgokat, de meglepő módon még a salgótarjániak sem ismerik teljes mértékben ezt a vidéket, hiszen konkrétan például a Somoskői vár szlovák oldalát nem sokan járták eddig, sok újdonságot tudtunk nekik is mutatni. Persze nem csak túrák vannak, hanem az egyik fontos hívó esemény volt, az a Salgói vár kivilágítása. Egy egyszerű és megismételhetetlen alkalom ez, hogy 15 darab lámpával kivilágítjuk a Salgói várat, és ha reméljük lesznek csillagok is éjszaka az égen, akkor a csillagos égbolt alatt lehet fotózni ezt a várat. De van madárgyűrűző bemutató, be lehet járni az Istvántárót, meg lesz éjszakai rovarvizsgálat, be lehet menni a Somoskői Vadasparkba ingyen, tehát elég sok programot fűztünk még föl. A kétnapos programra csaknem 200-an érkeztek az ország minden részéből, amatőrök és profik egyaránt. A fotózás az természetesen a hobbim, és ezért minden kihívást szeretek, és még így nem voltam csapattal, általában egyedül szoktam járni fényképezni, és úgy érdekelt, hogy milyen az, amikor egy társasággal megyünk, és ugye ez egy kirándulás és fotózás együtt, és az vonzott, hogy itt volt a programban jelezve, hogy egy pár olyan helyre is eljutunk, ahova egyébként esetleg az ember magánúton nem. Nagyon jó időnk volt, ezek a felhők, ezek a fények nagyon, nagyon szépek. Ha egy ilyen túrán az ember csinál mondjuk 400-500 fotót, abból ha marad 2-3 olyan, amire azt mondja, hogy na, ez nagyon, nagyon szép, az teljesen jó. Tehát ez a digitális technika öröme. Még nem jártunk itt ezen a tájon, és a interneten ugye olvastuk, hogy mi a program, és nagyon megtetszett. Gondoltuk, hogy biztos, hogy jókat lehet fotózni. Abszolút hobbi szinten fotózok, tehát igazán csak magamnak, meg az ismerőseimnek. Tetszenek a kis dolgok, amiket meg lehet mutatni, közel ugye fölnagyítani. Hát meg az, hogy sok ember nem látja meg ezeket a dolgokat, a makrofotózásnak a témáját mondjuk. És hát, hogyha például jövőre vagy valamikor lesz egy ilyen hasonló rendezvény, biztos, hogy el fogok jönni. A szervezett túrák mellett a fotós maraton egyik legnépszerűbb programja a lovakfotózás volt. Kicsit legyen szíves elfordítani, de fölemelve, mintha sújtana vele. Úgy a jó, és egy picit úgy most a jó. Köszi. A fotós maratonon készült képekkel az esemény alkalmából meghirdetett fotópályázatra lehet majd nevezni. A képekből a közeljövőben kiállítást is rendeznek.